Sziasztok, itt Atis, ez pedig a játék, társasjáték világnak a 5. része. Most egyszerre próbálom felvenni az 5 videót, ha nem sikerül, hát akkor így jártam, akkor majd folytatjuk majd a dolgokat. A következő játékunk pedig az Üdvözlet a Mélyben című társasjáték. Ez egy kártyajáték, ahol beszélünk 2-4 főig, főtől játszatok vele, ez egy parti játék. És nekem, amikor megláttam Lovidot, nekem nagyon tetszett maga a dizájnja, meg maga az ötlet, hogy amilyen téren játszatok, szóval mindjárt megmutatom, hogy miről van szó. Nézzük is. Igen, ez a hátja neki. Mindenféle izé, hogy például itt van egy mi ez? Barbár, és akkor ő neki van 6 képessége. És akkor ő ugye bemegy a dungeonbe, és mindenféle szörnye meg kell, hogy küzdenie. Ez a lényeg, de van benne egy kis cifraság is, mert nem úgy van el, hogy ez ilyen nagyon könnyen menne a dolog, tudjátok. Nem is ott kell felni a boltan. Megcsípjük neki a cc-t. Csak egy meg. És ízét törömkedés rajta, és akkor itt ezen a kis része már végig tudjátok húzni. És akkor... Valósan. És akkor ilyenkor már elveg... Valósan. Könnyedén lejön magáról a dobozról. Vágos dobozokkal nem vagyok kibékülve. És ennek van egy kiegészítő pakja is, amiben viszont újabb 4 hős van. Ez az alappakli. Nyilván ez egy magyar verziója magának a játéknak. Itt van a játékszabály, játék célja, meg ilyenekről érdezt. Ugye néztem a videót, hogy nagyjából vágom, hogy miről van szó. Ilyen kinyomkodós dologokban vannak a fegyverek meg minden, de lehet, hogy nem nyomkodom ki. Itt van a 4 harcosunk. A kiegészítőben van egy bard, bard van benne, egy hercegnő, meg még 2 harcos azon kívül. Igen, van egy... Ön, aki ilyen démonokat tud feltámasztani. Nekromanta, azt hiszem, igen, nekromanta. Meg azon kívül van még egy fajta harcos. Szóval abban is 4 van, és ebbe is 4. És akkor itt vannak, ugye 4 színük van, és akkor ezzel a 4 harcos közül kell választani. És akkor mindegyik harcosnak megvannak a saját fegyvere, és ugye színek szerint vannak. Az arany színű fegyver az a barbáré. A kék színű a harcosé. Ugye minden harcosnak más a különleges képessége, más különleges itemjei vannak. Itt van egyébként, rá van írva, hogy mit tud. És ezzel majd bemegy nyilván a dungeonbe. És akkor megnézzük a kártyát. De azért jó kiegészítő maghozni, azon növelhetik a paklit, és akkor még érdekesebb lesz maga a játék. Úgyhogy majd lehet, hogy megveszem majd a kiegészítőt is. Csak azt nem tudom, hogy hol lehet beszerezni. És akkor abban vannak újabb szörnyek, meg újabb harcosok. Mert ugye kiteszitek a 4 harcost, és akkor közösen kell kiválasztani, melyik harcossal mentek be. És akkor ugye... Csak a segédkártyákat, azokat kivesszük. És akkor... Az a lényeg, maga a játéknak az a lényege, hogy ennek a kártyának 2 oldala van. Ugye, aki húztok fel kártyákat, és mindenki húzza egy kártyát, és akkor eldönti az a játékos, aki húz fel egy kártyát, mondjam, hogy tudom, ebben van nagyon sok szörnyű, szerintem, na mindegy, húz fel egy kártyát, de leteszitek, vagy olyan
kirakjátok az asztalra, és akkor az a lényeg, hogy felhúz egy szörnyet, ez például sárkány, ez a legerősebb szörny, és elvileg csak a harcos tudja legyőzni, neki van olyan téma, ami képes legyőzni, 9-es értékű, szóval, hogyha nem tudja legyőzni, akkor vagy nincs olyan item, ami ezt a sárkányt meg tudja ölni, akkor 9-et fog sebezni magára harcosra, és aki ezt a kártyát felhúzza, az vagy eldöntheti, hogy jó van, akkor berakom a dungeonbe, vagy pedig dönthet úgy, hogy ki van rakva a 6, ezért most amiket nem nyomkodtam ki a kinyomkodósból, ki van rakva az ilyen 6 izék, képesség, csak egy random lehet, ki vannak rakva, és akkor már, és eldönt, vagy pedig eldöntheti a másik variáció, hogy az úgy dönt, hogy én most akkor gyengítem a harcost, kiválaszt egyet valamelyik itemből és elveszi, de viszont akkor a sárkányt azt nem teszi bele a dungeonbe, hanem ezt így félre rakja a kivett itemmel együtt. És ez alapján a következő játékos majd ezt ugyanezt megcsinálja, és utána jön az a licit kör, hogy aki azt mondja, hogy neki ez túl erős az a dungeon, akkor azt mondja, hogy elpasszolja, és egymást szivathatjátok, és hogy is mondjam, és ugye ha három játékos van és mindkettő passzol, akkor az utolsó játékosnak mindenféleképpen be kell mennie a dungeonbe, hogyha például ő vett ki az itemek közül, mert ő úgy gondolta, hogy majd a haverját megszivatja, de ő közben passzolt, akkor ő saját magát megszivatja, mert ő neki muszáj bemennie a dungeonbe azokkal az itemekkel, amik éppen fennmaradtak és meghagytak, de ha netán mégis sikerül neki ez a dolog, akkor ő kap egy ilyen sikerkártyát, hogy ő teljesítette a dungeont, ő egy fasz a gyerek, mert bement. És akkor vannak ezek a segédletek, hogy melyik szörnynek mekkora az ereje kb. És ennek ugye mindenki kap egy ilyet, és ennek ugye két oldala van. Ha meghalsz, akkor a piros oldalra kell szólítani, szóval te megdöglöttél címszóval. Úgyhogy ez lenne a üdvözlet a mélyből társas játék, vagy party játéknak az ilyen unboxing és félig ilyen, hát ilyen szabály kibeszélős dologja. Én annyira még nem vagyok benne, még nem játszottam bele, de én csak így hallottam, még néztem egy csomó videót, ezért már egy kicsit megjegyeztem, hogy mik a szabályok nagyjából. Úgyhogy ennyi lett volna az üdvözlet a mélyből társasjáték unboxingja. Ha tetszik nektek ez a játék, akkor be tudjátok szerezni. A Bestmarknak az oldalnak a linkjét beteszem a leírásba az összes videónál, és akkor én onnan vettem, és onnan meg tudjátok szerezni ezeket a társasjátékokat. Az összeset, amit vettem, mert több mint 100 társasjátékuk van, úgyhogy nyugodtan választhattok közülük, rengeteg is. Ki van, fel van tüntetve, vagy magyar nyelvű, vagy angol nyelvű társasjátékot van szó. Akkor ennyi lett volna az a videó, hogyha tetszett, lájkoljátok, hogyha nem tetszett, diszlájkoljátok. Én most elköszönök tőletek, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!